A dal után már is itt vagyunk önökkel, és egy olyan meglepetés vendég érkezett hozzánk a stúdióba, akit lehet, hogy már jól ismernek a kedves tévénézők, de most egy teljesen új arcát mutatja meg minden vasárnap a Hít Élet című műsorunkban. Balázs Attila, a református lelkipásztor egyenesen Torda Szent Lászlóról érkezett hozzánk, a szolgálatát is teljesíti a mindennapokban, de most egy újabb kihívás előtt áll. Szeretettel köszöntünk! Köszöntöm a nézőinket! Szerbusz Örülünk, hogy itt vagy velünk, és ha én magamból indulok ki, akkor valószínűleg izgatott is vagy, hisz ma este fél hatkor először vezeted a Hit Élet című műsort. Hogyan készültél erre az új feladatra? Hú, rengeteg izgalommal, sok-sok előmunkával. <kül> Amikor megírtam először a műsortervet, akkor azt hittem, hogy azzal már le is tudtuk a, a nagyját, de hát azután következett a munkadandárja, mert hát rájöttem arra, hogy jó lenne a helyszínt megismerni, ezért kimentem. A zsobokot fogják megismerni, a zsoboki közösséget a nézőink. Elmentem először a zsobokra, beszélgettem emberekkel, spontánul az utcán megállítottam őket, hogy egy kicsit fel tudjam menni a, a közösségnek a hangulatát, a közösségnek a lüktetését, hogy ne legyen teljesen idegen a helyszín akkor, amikor kimegyek. Utána hazamentem, interneten kutattam, könyvet olvastam, ami megjelent róluk. Minden lehetséges anyagot, ami elérhető volt jobbokról, megkerestem, elolvastam. Tehát egy lázas készülődésben voltunk, és amikor elindultunk aznap reggel forgatni, akkor nagyon-nagyon-nagyon izgatott voltam, és a számtalan szor átfutott a fejemben hogy miért kellett nekem ezt elvállalni, de aztán ott volt bennem ez, ez, az a Hát az a tenni akarás, az a, ami igazából ösztön, ösztönzött, és azt erősítette meg végig bennem, hogy ezt a, erre a felkérésre igent kell mondani, hogy mutassunk olyan jó példákat, olyan jó közösségeket, amiből inspirálódhatnak erdészetek, kis közösségek, nagy közösségek, mutassunk olyan életszerű példákat, amik amik attól működnek, hogy az ottani emberek, az ott élő emberek magukénak érzik a problémát, és nem azt várják, hogy kívülről jöjjön valami ki, és megoldja a problémáikat, hanem kezükbe veszik, és úgy, ahogy tudják, megcsinálják, újra kezdik, és nem keserednek bele abba, hogyha egyszer-kétszer elbuktak, hanem mindig van bennük egy lendület. Azt látom, és ezt nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez átmenne, vagy megérthető lenne majd a délutáni műsorba, hogy nagyon fontos közösségekben az, hogy legyenek olyan kulcs figurák, szereplők, akik mindig készek áldozatot hozni, akár saját káruk árán is, vagy azért, hogy a közösség mindig megkapja azt az impulzust, amitől fejlődhet, amitől mindig megmarad az életkedve. Uh -huh. Nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon-nagyon örültem akkor, amikor a vágóból kijöttem, és azt mondtam, hogy megvan. <gül> <gül> és mi jelentett számodra a kihívást ebben az új szerepben? De az utó, az utó munka volt a, 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 talán még nehezebb, tehát amikor mm. bejöttünk a terepről, ahol elkészítettünk, hát hogyha jól emlékszem, és bartozoli kollég, operatőr kollégát megkérdezném, akkor elkészítettünk Hát egy olyan majdnem óránnyi interjú anyagot, amiből 23 percet kellett összevágni, úgy, hogy értelmes legyen, és ne veszítse el az egésznek a lényegét. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra, hogy ezt hogyan, szinte az egész műsort kívülről tudom, nem csak a végleges változatát, hanem az egész interjút tudom, perce pontosan, még a, még a gesztusaikat is szinte megtanultam, hogy hogyan is történt ez a műsor. Azt tudjuk, hogy nagyon fontos neked. Isten hit, a család, van két szép gyermeked, érzékenyen érintenek a szociális kérdések, szeretsz utazni, kirándulni, és most itt van egy újabb lehetőség, hogy még közelebb kerülj az emberekhez, talán még több üzenetet juttass el hozzájuk. Lelkészként, milyen küldetést érzel el mögött? Számomra lelkészként az egyik legfontosabb a, szolgálati területem, a, a nehézségek emberek mellé szegődni úgy, hogy az ne legyen terhes, hanem társat lássanak bennem. Tehát, és erre egy szentírási példát hadd mondjak, Ugye mindenki ismeri a jobb történetét, amikor teljes mértékben mindenét elveszíti, tragédiák sorozata éri, és megtudják barátai, hogy milyen állapotban van, meglátogatják, és amikor messziről meglátják, akkor nem azt csinálják, hogy oda mennek és elkezdenek sajnálkozni, vagy segítséget felajánlani, vagy megoldásokat kínálni szám számára, hanem az első momentumban, és ez hét napig tart, annyit csinálnak, hogy leülnek mellé, és a aktív figyelemmel kísérik ennek az embernek az életét, azért, hogy érezzék, hogy elérhető távolságban vagyok, bármikor megkereshetsz, bármikor hozzám szólhatsz, én kész vagyok, tőlem telhetőleg mindent megtenni ennek érdekében, hogy te, aki éppen most valami miatt nehéz helyzetbe vagy, betegség, vagy bármilyen más szociális problémával küzdesz, tudjad, hogy nem vagy egyedül a magad helyzetében. Én azt érzem, magam számára én ezt így fogalmazom meg, hogy a kereszténységnek talán az egyik legalapvetőbb küldetés ebben a világban, és hogyha ezt erősítjük, úgy gondolom, hogy olyan aktívan tudnánk jelen lenni a társadalomban, a társadalomnak minden rétegében, hogy, hogy nem maradnánk figyelmen kívül, vagy nagyon sokszor nem úgy tekintenének az egyházra vagy kereszténységre, mint ami, mint ami ódon katedrálisokba bezárkózott és egy intézményt működtet, hanem egy aktív alakítója lehet a társadalomnak. És gyakorlatilag ezért vállaltam el ezt a felkérést is, a tévés szereplést azért vállaltam el, hogy ebből tudjunk megmutatni valamit. Tehát azt, amit én megpróbálok a mindennapjaiban megélni, azt az embereknek is tudjuk valahogy átadni, és hát ha az erdélyi társadalomban tudunk vinni egy olyan pozitív üzenetet, indítatást, amiből sok-sok közösség erőt tud meríteni. Én azt látom amúgy, hogy folyamatos tenni akarás, a közösségét való cselekvés, ha több-több síkon is futsz, honnan ez a sok energia mindenre? Hát, hogyha az előbb azt mondtátok, hogy, hogy fontos számomra az Úristennel való kapcsolat, meg emberekkel való kapcsolat, én akkor ezt mindenképpen erre a transzcendens kapcsolatomra, azaz az Úristennel való kapcsolatomnak a róvására írom, igen, nagyon sokan kérdezik az otthoni közösségből is, hogy ezt hogy a, hogy, hogy lehet bírni. Tehát egyáltalán látják azt, hogy mm, hát a minimális a, a szab, szabadidőm mindig valamire, mindig valamit megpróbálok hasznosan csinálni. Igen, megpróbálom magamat hasznossá tenni, amíg lehet. Akkor mondhatjuk, hogy az Istentől van ez az energia? Igen, tehát én hiszem azt, hogy ez a küldetés. Amit kaptam ezelőtt, nem tudom, sok-sok éve, gyermekkoromtól kezdődően, az nem csak egy üres megbízó levél volt, hanem ott volt a, a, egy olyan hátizsák, amit azóta hordok, és mindig lehet belőle kivenni valamit, amitől megint energiát lehet nyerni. Ma délután fél hatkor láthatnak először a nézők. Hogyan ajánlanád ezt a műsort? Az első műsorom, és... A, ez olyan, mint szerintem valahogy úgy, úgy képzelem el, és így is vagyok vele, mint a szülőnek az első gyermeke, hogy, hogy dédelegettem, megpróbáltam sokat simogatni, hogy szépre sikerüljön, de igaziból nem is ezen van a hangsúly, hanem én azt szeretném a nézők figyelmébe ajánlani, hogy próbálják megérezni annak a közösségnek a a lényegét, az értékeit, amit mi megpróbáltunk ez alatt a néhány perc alatt, hiszen alig 25 percig tart a műsor, ez alatt a néhány perc alatt bemutatni. És hogyha kedvet kapnak, én akkor mindenképpen azt ajánlom, hogy próbálják ki élőbe is, és menjenek el, látogassák meg őket, tegyék fel direktbe is a kérdéseiket. Lássák meg benne a jó példát, ami sokak számára egyénileg is, de közösségileg is változást hozhat az életükbe. Mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani, nem csak a műsort, hanem magát, a közösséget is. Köszönjük mindenki, hogy itt voltál, kitartást kívánok, sok sikeres adást, és ne felejtsék, kedves tévénézők, hogy hitélet minden vasárnap Balázs attila Köszönjük még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm.